két hete rendeltük el a kijárási korlátozásokat. Tudom, ez nehéz ügy, hiszen mindannyiunk számára kényelmetlenséggel jár. De a határidő hamarosan lejár, most szombaton. Döntenünk kell, mi legyen, folytassuk-e, s ha igen, hogyan. Ráadásul mindannyian a családjainkkal a húsvétra készülődünk, és ez különös körültekintést igényel. Meghallgattuk hát a polgármestereket, kikértük a véleményét a rendőröknek, beszéltünk járványügyi szakemberekkel, és a tudósok véleményét is összegyűjtöttük. Egybehangzó volt a vélekedésük arról, hogy az eddigi korlátozások értelmesek voltak. Értelmesek és sikeresek voltak annyiban, hogy lelassították a járvány terjedését. Ennek fényében a következő döntéseket hoztuk. A kijárási korlátozás időtartamát meghosszabbítjuk. Határozatlan ideig hosszabbítjuk meg, és hetente mérlegelünk és döntünk az esetleges további hosszabbításokról. Döntöttünk arról is, hogy egy speciális lehetőséget, egy külön jogosítványt adunk a polgármestereknek. Hétfő 24 óráig, tehát húsvét idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be. És ha megengedik, a döntéseken túl volna néhány kérésem is önökhöz. Először is arra szeretném önöket kérni, hogy a korlátozó szabályokat tartsák be. Kérem, hogy kerüljék a csoportos összejöveteleket, hogy tartsák a távolságot a közterületeken. És kérem önöket arra, hogy fokozottan figyeljünk az idősekre. Vagyis azt kérem, hogy fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint amilyenek a húsvétjaink lenni szoktak. És kérem önöket, hogy húsvét idején is vigyázzunk egymásra.